Sok szeretettel köszöntünk minden kedves megjelent vendégünket a Móra Ferenc Művelődési Központban, Lücskó János Szövetszálak című önálló kiállításának megnyitóján. Külön köszöntöm a megjelent intézményvezetőket, a Holdó László képzőművészkör megjelent tagjait és minden kedves vendégünket. Az iménti percekben Szabó Mátyás zenész dalszerzőt hallhatták, aki Kányádi Sándor Előhang című megzenésített versét adta elő. Most pedig felkérném Subka Évát, a Bács-Kiskun megyei, Vármegyei Önkormányzat kommunikációs referensét, hogy mondja el köszöntő gondolatait. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves jelenlévőket, megkülönböztetett tisztelettel a művész. És hát azt gondolom, hogy Kányádi verse már önmagában kifejezte mindazt, amiről Csuma János. Ez a fiú, aki, engedjék meg, hogy egy kicsit talán közvetlenebbül jellemezzem őt, vagy szóljak hozzá róla. Mert ugye a fiam lehetne, és én emlékszem még arra a nyurga srácra, aki a vele egykorú gyerekeimmel járt a középiskolába,
és már a gyerekek akkor ódákat zengtek Jánosról, úgy jöttek haza, hogy látnád, hogy a flocskó, hogy hajszol, úristen, ez elképesztő. Ő nagyon sokra fogja még vinni, mondta ezt a szintén két méteres fia, és én láttam ezt a fiút felnőni. És igen, azt mondta a gyermekem, hogy az egész ember egy hatalmas ceruza. És igen, az egész ember egy hatalmas ceruza, vagy ecset, de tán vonalzó, olykor véső, melyek a lényét képezik. Minden alkotóban egy kicsit benne van a munkájában maga az ember, mondják ezt a művészekről. Rocskó János az alkotás maga. A 30-as évei közepén járó fiatal művész Ordason él és alkot. Festői környezetben, gyönyörű hely. A rajz és a művészetek iránti érdeklődése már korán az általános iskolában megmutatkozott. Középiskolás éveinek életre szóló, a pályaválasztását is befolyásoló élménye Babocsikné Zeighalvi Anna grafikus művész órái voltak. Annáról bizonyára sokan tudják, hogy ő megye Trimadíjas művészünk, Kiskörös szülötte, és hát nagyon-nagyon sok tehetséges növendéket nevelt többek között Rocskó Jánost is. János a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán szerzett rajztanári diplomát. Először a Körös körül a Művészetért Egyesület tagjaként mutatkozott le az Egyesület kiskörösi rendszeres tárlatain. Később számos csoportos és önálló kiállításon Debrecenben, Kalocsán, Dusnokon, Ordason, Baján, Pécsett, Szekszáron, Csepelen, Budapesten, Verőcén, Pattonyán, valamint a Kéhelyi Untertekben láthatták alkotásait a Kiskörösi Egyesület tagjaként, valamint a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub tagjaként. 2013 óta tagja az idén 20 éves ordasi alkotótábornak, valamint csatlakozott a Pannonát alkotóközösség dusnoki csoportjához is. Munkái megjelentek az évenként kiadásra kerülő Kalocsai Szó és Képantológia több kötetében is. Főként a grafika műfaja áll hozzá közel, de törekszik arra, hogy a képzőművészet minél szélesebb eszköztárát bevonja az alkotó munkába. Szívesen dolgozik akvarellel, akréllal. Néhány éve pedig elkezdett dunai huszadékfából szobrokat készíteni, mely egy különleges színfoltja a művészetének. A Szövetszálak címet kapta a mai kiállítás. De nézzük csak mögé, hogy mit is értünk valójában alatta. Önök mire gondolnak, amikor kimondjuk azt a szót, hogy szövet? Egy kosztümre? Egy sára vagy egy elegáns, de tám ütött, kopott a művész festékeiről átítatott ruhára? Ha itt nézzük, akkor persze jó lehet az irány, hiszen a szövetszálak arra is utal, hogy szálamként rakja össze magát, a művészetét. Sokszínű, sokféle szálból érdekes, változatos, különleges szövetté. Milyen csodálatos a kézzelfogható művészet és a költészet találkozása, ezt ugye már Kányádinál is hallhattuk Matyi jóvoltából. Ez egy olyan ötvös munka, amelyben csak a kiválasztottak részesülnek. És most Szabó Lőrinc Vissza című versére gondolok, néhány sorosára. Mihely kész, kopni kezd. Szál szál után válik egymástól, és visszaszövődik a semmibe. Először másokkal van az ember, aztán maga, aztán csak a helye. Rocskó János egy személyben testesíti meg a szálakat egymásba öltő, majd visszaszövődő, a semmibe hulló és az onnan főnixmadárként újra szőni kezdő alkotót, aki soha nincs egyedül, mégis maga, maga. Társa a szél, a vihar, az eső, a nap, az ég, a föld, a fa, a fű, a virág, az erdő, a harmat, a köd, a hold, a nap, a csillagok. Társa a lélek nyugalma, a vihara, a bégi égi csendje és hangos csatája, minden földi érzés, ami bejárja az embert, az ember szöveteit. János alkotó munkája átutó erővel hatol át a szöveteinken. Annyira sokszínű, annyira változatos, hogy egy érzelmi hullámvasúton érezhetjük magunkat, ha megállunk majd egy-egy munkája előtt. És milyen csodálatos a magyar nyelv,
Ugye amikor a szövetre gondolunk, akkor nem is jut talán eszünkbe, hogy az emberi szövet, ami fölépít minket, aminek küldetése van, feladata, dolga, az hogyan testesül meg a művészet világában, egy alkotó életében, a keze által, a gondolatai által, a személyiség által. János személyes szöveteinek mindegyike egy-egy alkotó eleme, a grafikáinak, melyek főként fákat, erdőrészleteket, romos épületeket, régi kutakat, arcokat örökít meg. Sok ezer finom vonallal megszólítva lelkünk húrjait, olykor emlékeinkbe mélyedve, talán múltunkkal is szembesülve. Ugyanakkor mosolyra derítő karikatúrái visszarepítenek a jelenbe, és egy lépéssel odébb már is egy kis Mazzarelli feelingre szajtunk újra. A rakodópart alsó kövén ültem, és néztem, hogy úszik el, ezúttal nem a dinnyehé, hanem egy fadarab, egy a vízben élettelen, formátlan hulladék, ami János kezében testet és alakot ölt. Nagyon szereti a Dunát, az erdőt, a természetet, járja az árteret, gyűjtögeti az ágakat, a Duna által partra vetett uszadékokat. Gyűjtögeti életének pillanatait, melyek csodás alkotások formájában kerülnek elénk, és megszólítanak, üzennek. Olvassa ki mindenki a maga üzenetét. Engedje, hogy magával ragadja a kép, a térben számait bontogató és próbálgató madár. Engedje, hogy megszólítsa az az alázat, amely János alkotói munkásságát jellemzi. Azt szoktam a művészekre mondani, hogy olyan az ő munkásságuk, mint egy híd. Óriási erőket mozgat meg, és összekötnek mindenkit mindenkivel. Aki rálép az útra, és végigjárja a hidat, és átér a túlsó partra, biztosan, hogy valamilyen élménnyel, valamilyen benyomással, valamilyen érzéssel érkezik. Amikor önök majd megnézik a kiállítást, én azt kívánom, hogy azon a hídon, amin majd átmennek, találják meg azokat az élményeket, azokat az emlékeket, azokat az impulzusokat, amelyeket tényleg csak és kizárólag a művész adhat meg. A művészet csodálatos nyelv is egyben. Olyan, amelyhez nem kell tolmács. Mindenki érti, mindenki érzi. Lehet, hogy mindenki mást ért alatta és mást érez, de nem marad érintetlen. Én tudom, hiszem és vallom, hogy Locska János olyan művész, aki megérdemli valamennyiünk figyelmét, sőt, sokkal nagyobb figyelmet is érdemelne. Dolgozunk rajta, úgyhogy én kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat, töltődjenek, csodálkozzanak, ismerjék meg Jánost, nagyszerű ember, nagyszerű fiú, ismerem családját is, nagyon jól tudom, hogy honnan érkezett, merre tart, és mi az az út, amit ő már bejárt. Csodálatos ember, csodálatos lélek, és hát csodálatos művész. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük a megnyitó gondolatokat, és akkor érkezett egy jelzés. Segítséget esetleg? Nem köszönöm szépen. Na hát akkor, mint Szentini mondom, azt szeretne. Néhány gondolatot még mondani, mint félegyházi alkotótárs, és azért azt el szeretném mondani, hogy egy nagy tapsot szeretnék kérni azért Mandolának is, hiszen neki köszönhetjük, hogy ez a kiállításnál. Csodálatos párt alkotnak. Mindannyiunk nagy örömére
hogyha meghalt karácsony, sajnos előfordult, Rendes Bélán közelmúltban. Na szóval a lényeg az, hogy egy nagy család itt vagyunk, és egy olyan összetartó közösség, hogy már nem is az érdekel bennünket, hogy hány év, meg milyen lesz, meg hogy lesz, hanem az a társaság, az a hangulat. És most olyan boldogság, hogy többen itt vannak az alkotó társak közül is, Vizzai Vajoség például már is, meg egyáltalán a kis közösség ott van sem. Szóval a szülei Jánosnak szintén itt, ebben a távolban, megkaptam a 20. évesemmekülét ebben az évben, mindenképpen. És olyan nehéz korszakokban van János is. És egyszerűen hihetetlen, hogy Enikővel mindent megoldanak, minden problémát. És ebben a táborban nem csak mi képzel az írás és az irodalom, mert Enikő így. Enikő gyöngyű ékszereket alkot, az Enikő pecsörkészítő, az Enikő, szóval igen. De mondom, mindjárt oda János, kertépítő, bérnök, letipálhatja bárki, olyan csodálatos alkotásai vannak a kertépítőben. Meg hát ugye a Dunapart szerelmesek, amikor a legnehezebb időszakát érte, akkor is úgy, ahogy te kiment a Dunapartra, és csak nézzük, hogy ebben a hangadik csúnya zöld mindenféle állásában, úgy látta már vele akkor, majd amit kérek mindenkit, hogy a körbejárható lesz, hogy álljatok meg egy-egy ilyen fa darabka előtt, hogy az időben már ott a Dunaparton összeállt, hogy mi fog ebből tisztülni, és olyan csodálatos, hogy már akkor oda képzeltem a madárkámat, a szemhelyére azt a csillagozás házat, hogy például éveket is elmondtam el, hogy jó, nem rámadtok kíváncsiak, tudom, hanem az alkotásaira egy nagyon jó, a kéz, és az kéz, a fej, akkor micsoda kombináció, ebben a hosszúkás nevekben. Szóval itt mindannyian, akik pont táborozunk, csak csodálunk, és én tényleg nagyon jól érezzük magukat. Látás, azok az orvosi menecskék, akik sütnek, főznek rám, és tényleg csak a szeretet, a kölcsönös ölelés hiszik a. És akkor, ha már mondtam az irodalmat, akkor a barátság, hát ő meg ott hallott, és jó nálunk dolog születnek. Egy csodálatos édesanya, csodálatos fia, ez a belemünk részünk. De úgy áll, úgy, most is, mert olyan szerény, mint minden erdélyi magyar ember. Szóval a Mátyás is ott van velünk, és esténként olyan programokat hallott a barátjával, hogy mindannyian bőzünk, és akkor hát egy kicsit pocintatunk, de az a legszebb dolog, hogy ott a közelünkben már megszűnt tábor, mert azt mondta a táborvezető, ez nem a kezd tábor, vége, ne csinálunk el. És ez így is lett. És ez nem a kezd tábor. Itt maximum tényleg a jó szándék, a jó ízlés, kertére egy pohár, vörös volt, és jól érezzük magunkat. Égre kerülünk, szeretjük egymást, a Duna az mint fantasztikus. Tehát ez a katigény, akinek az 90 évesen, kérem szépen, lementem vele egy darab, itt a Duna, amikor odajöttük a hajvárlás közelében szépen ki, ő meg megfordult, és az áldal szemben 90 évesen visszajött a strandi. Szóval erőt is ad. A naplementét le kell venni minden este, megnézni szinte a Dunaparti naplementet. Szóval mindenkinek kívánom, hogy nézze meg egy csodálatos polgármester úr, egy csodálatos napfogásmester, mester asszony, bárki szeretettel, egy falulapra például, amikor az évek zárja. Jó Isten, nem tudok beszélni. Nem tudjuk. Az a bennünk akkor irigykedjetek rám, hogy nekem ilyen jósorom van, amikor én öregasszony koromban nyáron levonulok oda a Dunapartra, vagy a Szeminyitók közelébe, és kérem szépen majd, hogy jön a hideg tér, és már nagyon kell. Akkor itt igen, az a következő.
Köszönjük szépen Magdalának egy nagy tapsot, azért nem kérjük még egyszer. Azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönjük ezeket a személyes gondolatokat, és kiállítás megnyitunk végén, pedig fogadják is, mint nagyon sok szeretettel Szabó Mátyás előadásában Csiki András biztos álmeg című megzenésített versét, és egy dalfeldolgozást, melynek címe Lekapcsolom a villanyt.
és a következő dalnak nagy szeretettel küldöm. Elsősorban az alkotónak, másodsorban a cím jelenlévőknek. Lekapcsolom a villanyt a fejemben, mécses gyújtok a szívemnek fényeljen. Ha a világ botránkozik én rajtam, akkor tudom, jó felé visz az utam. A szerelem az egyetlen igazság, az eget is szerelemmel ragasztják. Ha nem azzal a csillag is lebontja, kőtáblává hasad széjjel a borban. Megszületni a világba gyönyörű, és hát köszönjük, hogy jelenlétünk el, már tiszteltek ma bennünket, ezzel a kiállítás megnyílt. Kérem, tekintsék meg a tárlatot, amely egyébként nyitvatartási időben augusztus 14-éig megtekinthető lesz, és fogadják nagyon sok szeretettel a kis vendégfogadásunk, amit majd mindjárt el fogunk prezentálni egy pici pakolás után, de addig is maradjanak velünk, és töltsék velünk még egy picit ezt az időt, amíg itt tárlatot megnézik, és beszélgessünk még egy kicsit. Köszönjük szépen!